Királyi fogadtatásban részesültek a NATO vezetői Madridban az Észak-Atlanti Szövetség kétnapos csúcs találkozójának előestéjén. A tárgyalásokat Oroszország ukrajnai inváziója uralja, de miután Törökország nézőpontjában áttörés sikerült elérni, a napirenden szerepel, hogy hivatalos csatlakozási meghívót kap a májusban tagnak jelentkezett Svédország és Finnország a szervezetbe. A NATO újrafogalmazza stratégiáját. A főtitkár ezért felhatalmazást kér a szervezet katonai erejének és védelmi képességének növeléséhez. 40 ezerről 300 ezerre emeli gyors reagálású kontingenseinek létszámát. Megállapodunk egy új koncepcióban, a madridi stratégiai koncepcióban, jelentette ki Jens Stoltenberg. Ez lesz a NATO tervrajza egy veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb világban. Meg fogunk állapodni az elrettentés és a védelem alapvető átalakításáról. Több magas készültségű erővel, több előre tolt légvédelemmel, több előre elhelyezett felszereléssel. Megállapodunk egy átfogó segítségnyújtási csomagról Ukrajnának, hogy támogassuk az önvédelemhez való jogának fenntartásában. Rendkívül fontos, hogy készen állunk a további támogatásra, mert Ukrajna most olyan brutalitással néz szembe, amilyenre a második világháború óta nem volt példa Európában. Törökország, Finnország és Svédország külügyminiszterei a csúcs találkozó előtt megállapodtak arról, hogy Ankara nem akadályozza a két ország tagfelvételét. Törökország eddig kifogásolt, hogy a két tagjelölt olyan kurd aktivistáknak nyújtott menedéket, akiket Ankara terroristáknak tekint. Ezzel hétre emelkedik a Balti-tengerrel határos NATO országok száma. Szakértők szerint a finn és a svéd NATO csatlakozás tovább dühíti Moszkvát, amely a NATO-t nem védekező, hanem agresszív szervezetnek tekinti.